Jártam én egy fogászhoz nagyon régen, vagy fogorvoshoz, akit én nagyon szerettem, de rengeteget kellett nála várni. És azt mondtam neki, egyetemen tanított, hogy Tibor, én nagyon szerettem magát, de hozzon engem valaki olyas valakivel össze, aki azt mondja, hogy ekkor és az akkor van. Van nekem egy nagyon kedves barátom, kollégám, tanítványom, Lukács Lászlónak hívják, menjen el hozzá. Mondtam, jó, elmegyek hozzá, fölhívtam telefonon, hát sokáig nézegette a naptárát, hogy hogy tud engem betuszakolni valahová. Aztán végül találtunk helyet, elmondtam, hogy mi a baj. Sok-sok év után, ugye Laci elmondta nekem, hogy hát bizony akkor még elég üres volt az a naptár, de a vevő előtt meg kellett mutatni, hogy ez egy jól menő vállalkozás. Ez az Üllői úton volt ez a rendelő, több mint 15 évvel ezelőtt. És én akkor megismertem őt, nekem nagyon fontos volt, hogy pontosan dolgozik, nekem nagyon fontos volt, hogy megbeszélte a dolgokat, nekem nagyon fontos volt, hogy volt egy testvére, aki nem csak szájsebészileg, hanem másképp hozzá tudott fogni a dolgokhoz. És azóta elment gyakorlatilag 20 esztendő, és mi együtt vagyunk. De ami nekem igazán tetszik ebbe a történetben, az hagyj legyen az, hogy én most nem a fogamról és a fogászatról beszélek, hanem az, hogy adva van két fiatalember, aki az Üllői út külső felén nekiáll egy fogászati székkel. Utána legközelebb már a Csalogány utcában látom őket viszont, ugye, ahol egy háromszékes, gyönyörűen berendezett rendelőben azzal foglalkoznak, hogy még vetítés is legyen a várakozóknak, mert hogy ne unatkozzanak, és beindul egy üzleti vállalkozás, ahol megjelennek külföldi emberek, megjelennek lányok, akik tudják a nyelvet, segítenek a külföldieknek, segítenek az ott lévőknek, aztán egyszer csak megint elmúlik egy kis idő, és épül egy szálloda, és abban van 10 fogász. Szóval, ami nekem igazán imponált, az ez a borzasztó precíz, komoly munkához való hozzáállás, aminek az eredménye az lett, hogy ez egy számomra mintaértékű vállalkozássá alakult. De én kezdettől fogva féltem attól, hogy jönnek a külföldiek, mi lesz velünk szegény magyarokkal, akik végül mégiscsak itten, hát hogy mondjam, nem vagyunk azok az igazi, mondjuk, hogy vásárlóképes kereset, mondjuk egy svájcihoz képest. És ez volt a legjobb ebben a történetben, hogy mindazokat, akiket én ismertem korábbról, hazaiakat, azok ugyanolyan szeretett vendégek lettek, sőt, még én azt hiszem, hogy egy pici árengedményt is kapunk ebből a történetből. És tulajdonképpen ez az, amiért én a Lukács Dentált szeretem, ezzel a klinikával, ezzel a szállodával, és azzal, hogy rendben vannak a fogaim.